1916 tavaszától 1917. október 13-áig 3 angyali és 6 Mária jelenés volt. Amit mondott 100 éve, az most talán még aktuálisabb és még konkrétabban nekünk szól. Az első angyali jelenés 1916 tavaszának vége felé, tehát egy évvel Szűz Mária első jelenése előtt volt. Ennek a pontos idejét a gyermekek nem jegyezték meg. Lucia, Jácinta és Francisco hirtelen a fák koronája fölött egy áttetsző, lebegő alakra lett figyelmes, aki olyan vakítóan fehér volt, mint a hó. A lény közelebb jön, s arcvonásai, amelyek földön túli szépségűek, egy 14-15 éves ifjúé. A gyermekekhez odaérve barátságosan szólítja meg őket. Ne féljetek, én a béke angyala vagyok, imádkozzatok velem. Azután letérdel és homlokával a földet érint. A gyermekeknek a következő imád kellett háromszor elismételni. Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek te benned, szereplek téged. Kérlek, hogy bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek te benned, nem imádnak téged, nem remélnek te benned, nem szeretnek téged. Felegyenesedett és így szól. Így kell, hogy imádkozzatok. Jézus és Mária szívei meghallgatják imádságaitokat. A második angyali jelenésre a nyár közepén, júliusban vagy augusztusban került sor. A jelenés az ebéd utáni időben váratlanul érkezett. Mit csináltok? Kérdezte az angyal. Imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus és Mária szentséges szíve általatotok akarja irgalmasságának tervét megvalósítani. Imádkozzatok szakadatlanul és vezekeljetek a sok bűnért, amelyet Isten bántják meg, és kérjétek a bűnösök megtérését. Így ki fogjátok eszközölni hazátok számára a békét. Portugália őrangyala vagyok, a béke angyala. Hogyan hozzunk áldozatot? Kérdezte Lucia. Mindent alakítsatok áldozattá. Fogadjátok megadással a szenvedést, amelyet az Úr fog küldeni, és viseljétek türelmesen. A gyerekek vezetése abban áll, hogy a földre borulva órákon keresztül imádkozták az angyali máját. Később rendszeresen vállaltak igen kemény áldozatokat is. A harmadik angyali jelenés szeptember végén vagy október elején történt. Egy alkalommal kehely volt az angyal kezében, felette pedig egy ostya, amelyből vércseppek hullottak a kehelyben. Az angyal a kelyhet és az ostyát a levegőben hagyta lebegni, majd leborult és háromszor elmondta a következő imád. Legszentebb Szent Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, mélységes alázattal imádlak, és felajánlom neked Jézus Krisztus legdrágább vérét, testét, lelkét és istenségét, aki a Föld valamennyi tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szentségtörésekért, a szidalmazásokért és közömbösségért, amelyek által őt bántják meg. Jézus szentséges és Mária szeplőtelen szíve által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Ezt követően az ostyát Luciának, a kehely tartalmát pedig Ferencnek és Jácintának adta. Közben így szólt. Vegyétek Jézus Krisztus testét és igyátok vérét, amelyet hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Tegyétek jóvá bűneiket, és vigasztaljátok a Jóisten. Végül ismét a földre borulva háromszor elmondta az előbb imád, majd eltűnt. Szűz Mária első jelenése Fatimában 2017. május 13-án. Szűz Mária ezt kérdezte a gyerekektől. Fel akarjátok magatokat ajánlani Istennek? Elfogadjátok kezéből a szenvedést, amit majd számotokra küld, jóvátételül minden bűnért, amivel ők bántják, és a bűnösök megtéréséért. A gyermekek igennel válaszoltak. A Szent Szűz megjegyzi. Valóban sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelme lesz menedéketek. Majd hozzáfűzte. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, hogy kieszközöljétek a világ számára a békét, és a háború hamarosan befejeződjön. Második jelenés, június 13-a. A második jelenés alkalmával így szólt a Szent Szűz. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért. A Szent Szűz ezt a kérését minden fatimai jelenés alkalmával elmondta. Lucia közben járt egy beteg gyógyulásáért. A válasz. Ha megtér, az év folyamán meg is gyógyul.
A szűzanya szavából egyértelműen megérthetjük, hogy a testi egészségnél sokkal fontosabb a megtérés és az életszentség, az Isten szeretete és az Istennek teljesen átadott élet. A testi gyógyulás az Isten külön ajándéka, de minden embert a szívbéli megtérésre hív. Lúciát élénken foglalkoztatta az üdvösség, s rá akarta venni a Szent Szüzet, hogy vigye mindhármójukat az égbe. A jelenés asszonya így válaszolt: igen, hamarosan jönni fogok Jácintáért és Ferencért, de neked továbbra is ott kell maradnod. Jézus téged akar felhasználni, hogy engemet jobban megismerjenek és szeressenek. Meg akarja alapítani a világban szeplőtelen szívem tiszteletét. Luciának ezt mondta: ne csüggedj el, az én szeplőtelen szívem lesz a te menedéked és Istenhez vezető utad. Harmadik jelenés, július 13-a. Szűz Mária így szólt: imádkozzátok a rózsakrúzért, hozzatok áldozatot a bűnösökért. Gyakran, különösen, ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok: ó Jézusom, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, és a szűzanya szeplőtelen szívén tett sérelmek jóvátételéért. Ez szavakra széttárta kezeit úgy, mint az első jelenések során. Olyan volt, mintha a fénysugár földbe hatolt volna, és ebben a pillanatban egy lángtengert láttunk, amely tele volt ördögökkel és kárhozott lelkekkel, mintha átlátszó, izzó fekete és bronzszínű alakok lettek volna. Belsőjükből tűz és láng tört ki. Széthullottak, mint szikrák egy nagy lángtengerben. Teljesen súlytalannak látszottak. Fájdalmukban és reménytelenségükben sikoltoztak és nyögtek. Az ördögök úgy néztek ki, mintha utálatos és ismeretlen állatok, ijesztő és szörny formájuk lenne, de azok is izzón feketék voltak. A gyerekek nagyon megrettentek, és mintegy segítségül felemelték tekintetüket a szűzanyára, aki így szólt: a poklot láttátok, ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten meg akarja alapítani a földön szeplőtelen szívem tiszteletét, hogy megmentse őket. Ha megteszik, amit nektek mondok, sok lélek megmenekül és béke lesz. Ha imádkozzátok a rózsafűzért, mondjátok ezt minden tized után: ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a lelkeket a mennybe, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. A pokol víziójának rettenetes élménye még súlyosabb vezeklésre indította a három gyermeket. Az érmény különösen a kis Jácintára volt nagy hatással, aki csaknem halálra vezekelte magát a szegény bűnösök megtéréséért. A látnokok napokig nem ettek, nem ittak. Az első fatimai titok a pokol látomása volt. Negyedik jelenés, augusztus 19-e. A szűzanya így szólt: imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük. Ötödik jelenés, szeptember 13-a. A szűzanya szavai a következők voltak: imádkozzátok naponta a rózsafűzért, hogy így kieszközöljétek a háború végét. Hatodik jelenés, október 13-a. Mivel a jelenés előtt a szűzanya előre megmondta a csodás esemény bekövetkeztét, a rossz idő ellenére már előző este 70 ezer ember gyűlt össze. Az éjszakát a szabad ég alatt töltötték. Ekkor Szűz Mária a rózsafűzér királynőjeként nevezi meg magát. Azért jöttem, hogy felhívjam az embereket, hogy változtassák meg életüket, és hogy ne bántsák meg többé Isten bűneikkel, mivel már eddig is annyira megbántották. Hogy imádkozzák a rózsafűzért és tartsanak bűnbánatot. Azt kívánom, hogy erre a helyre kápolnát építsenek. Ha az emberek megtérnek, béke lesz a földön. A szűzanya fatimai üzenete ma is itt úgy aktuális, mint 100 éve. Ahogy megígérte, szeplőtelen szíve győzni fog, de ehhez kell a mi segítségünk. Újra és újra szól hozzám, és nem fárad bele evangéliumban gyökerező üzeneteit elismételni. Legyünk engedelmes gyerekei, hallgassunk szavára, és tegyük, amit kér.